Akkor csak kusba kéne maradni embereknek. Érzitek, hogy beszélnek, kusolni kéne, de akkor is nyomják. Akkor veszélyes ez, főleg, hogyha az ember előtt mikrofon is van. Akkor különösen nehéz leállítani. Akkor csak óvatosan, Mózsi. Óvatosan. Legyen csend a címe a következő dalomnak. Csend lett a történelem vége, nem kérdés, hogy részt veszel-e benne, magamtól mész, vagy csak hajtanak bármelyik térre a tudattalan zajban. Oka van annak is, ha szar helyen állsz, a hangszórók alatt is semmit se lát, hallasz pár szót és agyban összerakod, ó, és annyira én vagyok. Vigyázz, vagy csak hallgatod, a szavak ereje a legnagyobb. Bírod ízlet a színpadon, mikor lesz tényleg a népé a hatalom. Ha ezt annyiban hagyod, a buvilla húzhatod az én tudatom. Ó, kuss, ha kérhetem, hogy csend, az új értelem. Csend. Kezdődhetne bárgyűlés, évzáró, Isten tisztelete, 5 éves terv, ami dobbergéssel nyitott. Nézd meg, hányjuk lett a derék szíjadoknak ott. Éhes vagy, mért meg a pulzusod gyenge, de az ujjad már távol, mélyed a seggedben. Türelem, magyarok, eljön az aranykor, csak ejtsünk még pár szót a háttérhatalomról. Vigyázz, vagy csak hallgatom, szavak ereje a legnagyobb. Bírod ízlet a színpadon, mikor lesz tényleg a népé a hatalom. Ha ezt annyiban hagyod, a budinna húzhatod az én tudatod. Kuss, ha kérhetem, a csend, az új értelem. Köszönöm.